Nyomjál! D. Te is gól! Cisz. Álló! G. Tekeri az álló! Azaz G, B. B, B. B, D. B, B. Cisz, cisz. D, D. B, E, F. D, D, E. A, D, E. Aha. A, G. Ajjaj! Tisznet! Tekeri az álló! Tínes! Ó, ez már volt egyszer, de G, H. Félfülű vagyok így mono, ami azt jelenti, hogy itt nem fejlődött ki, hanem itt van, tehát látni itt nincsen. Születési rendellenesség, és ezért van az, hogy más a hallásom, mint a általában a többi embernek. És szerencsére ez úgy fejlődött ki, hogy abszolút hallás lett belőle. Fisz! Abszolút hallása van, az ugye az utcán sétálva is ugye bármilyen hangról, ami szabályos, meg tudja állapítani, hogy milyen hangmagassága van, akár egy pohár pöccintésnek, vagy egy autódudának. Visz! Szoktam hallgatni, amikor a kávénak hozzáverem a kanalat a szélihez. Bár a limonádé még jobb, amikor cukrot teszek benne, és elolvad, és változik a hallmagasság, az még jobb. C és H. Most már H. BH, 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 egyfolytában ezt hallom. G, fisz. A zongora tanárom vette észre, olyan 5 éves koromban. Mindig nagyon érdekesnek tartom, hogy bizonyos hangok, mint a becsöngetés, kicsöngetés, más-más hangon szólalt meg, vagy más volt a motívum, ki voltam nagyjából közösítve emiatt. Főleg, hogy testnevelés szakos általános iskolába jártam, így egyedül magamba tudtam próbálgatni dolgokat, és máshogy alakult az élet vonalom, mint a legtöbb gyereké, szerencsére a jó irányba. Fejleszteni lehet, valakinek rögtön jön, ez valamilyen szinten szerintem genetika is. Én ugye egy szememmel látok. Tehát a másik szemem azt 3 hónapos koromban kioperálták. Azóta a jobb szemem az egy műszem. Nekem sokan mondták, hogy valószínűleg ezzel magyarázható, hogy akkor valószínűleg az agyamnak egy olyan perifériája fejlődött, ahol a hallás erősödött. Nagyon tudnak idegesíteni bizonyos hangok. Annyi zaj van, annyiféle mindenről meg lehet mondani, hogy hány hang van, egyszerre bele lehetne őrülni. De folyamatosan azt hallom, itt mehetem, Cismóba beszél, ez itt D-től eszig adott gázt, borzasztó. Szóval inkább zenét hallgatok ilyenkor. Bizonyos hangok, mint például, nem tudom miért, de ez a hang, ez a B hang, akkor lehet, hogy az ébresztő óra is azon csöng, és azért, nem tudom, egyébként a régebbi az valóban azon csöng, és azért idegesít. Én úgy hallottam, hogy a Neandervölgyének is, a Neandervölgy ősnebernek is volt abszolút hallása. Úgy tudom, Beethovennek is az volt, Mozartnak szintén volt. Sok embert ismerek, akinek van ilyesmilyen hallása. A kérdés csak az, hogy mennyire pontos. Na most ilyenből nagyon kevés van, akinek így pontos. Talán 1 millió emberből egy, ha van ilyen. Ez olyan, mintha mondjuk a könyvből olvasnék. Tehát, hogy látom, hogy le van írva, hogy A, akkor az egy A betű. Tehát, hogyha ugyanígy ezt hallom zongorán, akkor ugyanúgy mondom, hogy ez mondjuk például egy C hang, vagy A, vagy bármi. Akkor megpróbálok énekelni egy C hangot. Mégpedig ez az a hang C... Azt mutatja? Fis, D, C... Én már ezt úgy olyan pontosan megtudom, hogy szinte hertz számra pontosan. Tehát nem mindegy, hogy az ember azt jelenti, hogy a, vagy az, hogy a, mert ez két különböző A volt, csak már nehezen hallható. Ennek között 2 hertz különbség volt kb. És ez az A volt. Csak ez még alacsonyabb. A zongora annyiban különbözik az énekhangtól, hogy az énekhanggal sokkal tisztábban lehet énekelni, mint egy zongorán játszani.
És ez pont azért van, mert a zongora egy hamis hangszer. Akármilyen tisztára is meghangolják, és én ezt pont ennek köszönhetőnek tudom. Három irányba viszem most leginkább. Az egyik az éneklés, a másik a zeneszerzés, és a harmadik a kórus vezénylés, kórus irányítás. Sokkal könnyebb, úgymond fejlődni hangszertanulásban, akár bármilyen zenei dologban. Csajozós dolog, ez az abszolút hálás. Nem tudom. Nem, még nem csajoztam vele. Nem csajoztam vele. Egyébként a barátnőmnek is abszolút hallása van. Nem nagyon szoktunk egyébként ezzel így foglalkozni, tehát van és kész. Szerintem ez a hallás, ez áldás is, átok is. Hát, hogyha választhatnék, hogy a gyerekeimnek legyen vagy sem, hát ez attól azon múlik, hogy ők mennyire fogják tudni ezt a képességet használni. Természetesen, ha valamilyen szinten foglalkoznak zenével, akkor mindenképp előnyükre fog válni. Egyébként meg hát nem tudom, hogy hol tudnák máshol használni.